A Csíkzenekar adott koncertet pünkösd vasárnap a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A legendás formáció tolmácsolásában egyszerre csendültek fel tradicionális népdalok és a kortárs popslágerek feldolgozásai. Az 1988-ban alapított Kossuth-díjas zenekar egyik legfőbb célja, hogy a népzenei hagyományokat és a magyar kultúrát továbbadja a jövő generációinak. Szabó Attila, aki hegedűn és gitáron is közreműködik a fellépéseken szerint, zenei repertoárjuk miatt minden réteget meg tudnak szólítani a koncertjeiken. Azt látom, hogy kik vannak a koncerten. Tehát, hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor nagyon szerencsés a dolog, mert a koncerteken aztán a 10 évesektől a 80 évesekig mindenki van. Tehát esetleg egy picit, hogyha azt mondhatom, ebben vagyunk szerencsésebbek a popzenekaroknál, hogy nem egy jó behatárolható közönség réteg jár a koncerteinkre, hanem tényleg nagyon-nagyon széles. Tehát a fiataloktól kezdve a legidősebbek járnak. Tehát szerintem, amit csinálunk, úgy látszik, hogy lehet, hogy több korosztályt is érdekel. A zenekar aktuális turnéjával a decemberi óév búcsúztatóig folyamatosan járja a magyar lakta területeket. Kanizsán a hagyományos népi dallamok mellett felcsendültek a Most múlik pontosan, a De szeretnék és a Csillag vagy fecske feldolgozások is, valamint a formáció legutóbbi LGT átiratokat tartalmazó lemezéről is hallhatott dalokat a közönség. A koncerteinket úgy szoktuk összeállítani, hogy végül is három lábon álljon. Tiszta népzenét is játszunk, népzenébbi alapú feldolgozást és természetesen feldolgozott popzenét. Ma is ezt a három irányelvet fogjuk követni, és természetesen ennek a legismertebb dalai is el fognak hangzani. A csaknem 2 órás koncertre megtelt a HSMK nézőtere.